egy emberi építmény a bazalt fennsíkon, ami uralja a tájat. Nevezhetjük landartnak, azaz tájműnek, esetleg kimagasodó vonatkozási pontnak, vagy kortárs épületszobornak, amivel ráadásul egy múzeum működik, ahová a vulkánok és a geofizika törvényeit vitték be. Celldömölkön vagyunk, pontosabban a város határában, mert itt működik az ország egyedülálló vulkános múzeuma, a Kemenes Vulkánpark. Kemenesalja laposságából itt emelkedik ki 279 méterre a Sághegy, a Balaton felvidéki tanúegyek legnyugatibb tagja, a Somló távoli rokona, ami nem mellesleg közel 5 millió éves, és egy volt vulkán, ami 1975 óta tájvédelmi körzet is. Keletkezéséről a helyi legenda azt tartotta, hogy maga Lucifer építette 7 nap alatt a helyi ördögeivel, hogy a magasból messzebbre is ellásson a tájban. Elképzelték már valaha, hogy milyen lett egy vulkán belülről? Nehéz, de több millió évvel ezelőtt még ezen a környéken is aktív vulkáni tevékenység folyt, és a Celldömölki Vulkánpark tematikus múzeumként ezt próbálja bemutatni. Hogy működtek a vulkánok, milyen egy gejzír vagy vulkánkitörés modellje, és milyen ásványi anyagokat termeltek a vulkánok, amiket később az emberiség hasznosítani tudott, és milyen például egy mini gejzír szimulátor. De erről később, előbb járjuk körbe ezt az épületszobrot. A fotósok imádják, mert minden oldalról más-más képet mutat, és remekül dolgozik együtt a kék éggel és a felhőkkel. De mint épület is érdekes, azon túl, hogy minden oldalról másképpen néz ki, mert remekül illeszkedik a tájba, illetve dramatikusan illeszkedik a tájba, ahogy felesel a zöld szőlőhegyekkel és a mögötte levő Sághegyjel. De mennyire más jelentett ez 10 éve és ma? Még a 2008-as válság előtt nyertek rá el egy EU-s pályázatot, 2012-re készült el. A Kishercegben lehet olvasni, hogy az ő kis bolygóján nem csak a két működő vulkánját pucolta ki, de biztos, ami biztos, a kialott vulkánját is, így kényelmesen főzhette meg a reggeliét. Ma viszont a hirtelen hiányzik földgáz és olaj korában bennünket az energia kísért meg. Kívülről nézve az épület meglehetősen, sőt nagyon zárt. Belül azonban magyarázatot kapunk erre, mivel a belső célok költöznek ki az épület külső formájába is. Például azért van kevés ablaknyílás, mert ez nem egy hivatal. Itt nem a beáramló fénnyel megvilágított íróasztalok a főszereplők, hanem egy funkció vezérelte élménypark, benne pedig a lehetőleg minél jobban elvarázsolt látogató. Induljunk el most belülről kifelé, mert talán úgy érthetőbb lesz az épület. Például ezek a kiálló kortenacéllal fedett részek, ezek nem egyszerűen csak azért vannak, mert tetszettek az építésznek, hanem a kiállítás részei is, azt már belül láttuk, vagy hozzá lehetett képzelni. Másrészt én nem rajongok az olyan építészeti narratívákért, amik egy virágszirom formára, vagy mondjuk korona alakra egyszerűsítenek le egy alaprajzot csak azért, hogy jobban meggyőzzék a beruházókat és a megbízókat. Egy épület az soha nem olyan egyszálú cselekmény, mint például egy mese. A Vulkán Múzeum bejárás is egy többtételes sorozatélmény, mert a kiállítás is tele van fényekkel, interaktív részekkel. Az épületet a látogató lényegében a kitörő magma útjával együtt járja végig. Múzeumi útvonal a térszint alól a magma kamrából indul, ez a fogadótér, recepció, innen nyílik az az apró játszóház is, ahol gomnyomásra lehet gejzírkitörést vagy földrengést szimulálni. Végig megyünk a láva útján, hogy aztán elérjünk a legfelső szintre. Az emeleti tűzhányóterem a föld mélyén zajló folyamatokat, a vulkánokat fölépítő kőzeteket mutatja be. Európa legnagyobb
legnagyobb vulkánja, az Etna köré csoportosítva. Belül a forgalmi rend egy erős spirálba haladva egyre feljebb, hogy aztán legfelül az ötös inga kísérletet bemutató kis teremben hirtelen egy panoráma ablak koronázza meg az építészeti áramlást. Itt a túloldalon áll a Sághegy, ami most tájvédelmi körzet, és egy nagy Trianon kereszt is található még, ahol 1891-ben Eötvös Loránd végezte el a torziós ingájával a híres méréseit. A Sághegy az utolsó 50 évében tulajdonképpen csonkahegy lett, egy tanúhegy, ami csonkahegy, ugyanis a bazaltbányászat lényegében a hegy felét elbányázta, viszont így láthatóvá vált a magmakürtő, a lávafolyások és a bazalt lávának megkövült darabjai. A Vulkánpark 10 éve készült el, és ha akarja valaki, ha nem, a celldömölki városimázsnak most már nem csak a barokk kálvária, meg a bencés kolostora része, hanem a visszafogott a modern városháza és a merész Vulkánpark is.